a közelmúltban úgy gondolom, hogy rengeteg olyan negatív hangvételű cikk, olyan támadásért engem, a személyemet és a klubot is, amik fals információkra alapozódtak. Az országos médiában, országos portálon egyik vezető szerepet betöltő oldal vezető hírként hozta le azt, hogy Debrecenben mekkora probléma van ugye a futballcsapatban. Old Boys Projectnek nevezte a szeretett klubunkat, és felhozott olyan dolgokat, amiket én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen tisztáznunk kell. Ezen a portálon az jelent meg, hogy minket már teljesen kiismertek, átrohannak rajtunk az ellenfelek, mert ez egy öreg fiúk csapat. Rossz edzésmunka állítólag folyik pallagon. Ehhez annyit tudnék hozzáfűzni igazából, hogy csak amik tények, hogy a DVSC játékos kerete az NB1-ben pontosan a 6. helyen van, pontosan a középmezőnyben helyezkedik el a játékosok átlag életkorát tekintve a csapat. A legtöbb Paks után a legtöbb magyar játékosunk van az NB1-ben, és kimagaslóan a legtöbb saját nevelésű játékossal rendelkezik a DVSC jelen pillanatban. Személyemet rengeteg támadás éri, hogy ez ugye ez egy öreg fiúk csapat, de hát érthető, hogy miért öreg fiúk csapat, ugye, mert, és itt rá is térnék a következő pontra, mert én mindig csak egy név szerint, egy ügynöktől, név szerint Vladan Filipovicson keresztül szeretnék igazolni a DVSC-be. Ezt nagyon rövidre szeretném zárni, felolvasnám név szerint ugye a 6 öreg fiút, akik Német Krisztián kivételével igazából debreceni, meg a Gróf Dávid, bocsánat, kivételével debreceni saját nevelésű játékosok voltak, és az ügynökeiket utána. Szóval Dzsuzsák Balázs, Vörös Baranyi József, Gróf Dávid, Illés Zoltán, Varga József, Fehér Attila, Bódi Ádám, Molnár Péter, Korhut Mihály, Paunok Péter, és Német Krisztián, Vladan Filipovics. Szóval 6-an 6 különböző ügynöktől érkeztek, akiknek nyilván ezúton is szeretném megköszönni a segítséget. A cikkben pedig azt mondták, ugye, hogy érthető, mert mindenki egy ügynöktől érkezik a DVSC-hez. Szóval én úgy gondolom, hogy ezt a témát is szerintem ezzel elég rövidre lehetett zárni. Megnevezték még pontosan számszerűen a 2,5 milliárdos költségvetését a klubnak. Nincsen jelenleg ennyi a DVSC-nek a költségvetése. Az én információim szerint természetesen a klub az stabil lábakon áll. Ami nagyon fontos az én oldalamról, az az, hogy az irányomba kitűzött célok, tehát a klubnak a céljai és a költségvetéseink, vagy a költségvetése a klubnak az egyenesen arányos egymással. Ami meg is lett fogalmazva a szezon elején, az a klubnak a stabilizálása, az első osztályú tagságunk bebiztosítása a következő szezonra is. Amit még az én oldalamról egy kicsit szeretnék megemlíteni, mert ezért is Debrecenben furcsa módon rengeteg támadást kapok, az az, hogy én ferencvárosi szurkolónak, fradistának vagyok elkönyvenve itt Debrecenben. Annak ellenére, hogy a Fradiban 2 évet töltöttem, Debrecenben pedig 10-et. Ezek is elég makacs számok, én úgy gondolom, ezek is tények. Debreceni voltam, itt is telepedtem le, itt élnek a barátaim, a családom, úgyhogy ezek azok a dolgok, amikkel igazából nem tudok mit tenni. Amit még szeretnék igazából letisztázni egy kicsit, az furcsa, hogy az én nevem sajnos Debrecenben ugye a DVSC házatáján csak akkor tud megjelenni, hogyha valami negatív történik, valamilyen okból kifolyólag. Nem érzem ezt abból az oldalról jogosnak, hogy ugye amikor az utolsó mérkőzésemen, amit profi futballistaként játszottam, én voltam elővéve, mint játékos, és én voltam minden rossznak körülbelül az okozója. A bajnoki címmel felérő bronzérmünknél egyetlen egy olyan megnyilvánulást nem hallottam, hogy mondjuk szép volt esetleg Dani. Ugyanez igaz, úgy gondolom, hogy a sportigazgatói tevékenységemre is, hiszen amikor a klub feljutott, akkor semmit nem hallottam, akkor ez egy természetes dolognak volt véve mindenki oldaláról, mindenki számára. Ahogy elértük az első hullámvölgyet, akkor sajnos eléggé negatív hangvételű megjegyzéseket kapok.
Azt is tisztán kell látni, hogy ebben a 12 csapatos NB1-ben a 33. forduló után számít, hogy ki hanyadik pozíciót foglalja el. Minden klubnál volt már kisebb-nagyobb hullámvölgy, láthatjuk a közvetlen riválisainkat is a bajnokságban, és hogy egy 2-3 mérkőzés alatt hihetetlen nagyot lehet ugrani előre és hátra is. Ezért is szeretném kérni, hogy a szurkolóink, a DVSC szimpatizánsaik is legyenek mellettünk pozitív értelemben, biztassák a klubot, biztassák a srácokat, hiszen értsék meg itt mindenki, köztük én is azért dolgozunk, hogy szeretett klubunk minél jobban és jobban teljesítse majd a következő években is. A célkitűzés az az, hogy bennmaradjunk az NB1-ben, és ezt el is fogjuk érni. Ezért dolgozunk nap, mint nap. Szeretett klubunk jövőre is NB1-es klubtassággal rendelkezzen.